Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, az új esztendőben, januári első adásunkkal. Mai műsorunk egy kicsit rendhagyó módon alakul, 7:30-kor kezdődő híradó műsorunkban láthatják rövid sportösszefoglalónkat. Most azonban következik az esti mese, utána pedig a Frézia videótéka legújabb ajánlata. Gyerekek, csücs csak tévé elé, következik a mese. Köszöntöm a kedves nézőket, a Városi Televízió januári első híradóműsorát látják, jó estét kívánok! December 18-án ülésezett Pécsváradváros képviselőtestülete. A főbb napirendi pontokról Zsáli János polgármester beszélt a Városi Televízió kamerája előtt. Az önkormányzat legutóbbi ülését még a tavaly év decemberében tartotta. Most új évet írunk, mégis arról kérdezlek, hogy mennyiben tükrözték az akkori napi rendi pontok azt az évet, vagy már egészen az idei évről van szó? Hát én azt hiszem, mind a kettőt. Egy évvégi ülés azért kicsit a múlttal is foglalkozik, meg a jövővel is. A napi rendi pontok közül is én azt hiszem voltak ilyenek, amelyik jövővel, múlttal, vagy volt, amelyikben mind a kettő előjött. Hát tényszerűen, amivel az önkormányzat is kezdte az ülését, az két szervezet és működési szabályzatnak az elfogadása volt, az egyik a zeneiskolájé, a másik pedig az idősek gondozási központ. Formális, mindig nem tudjuk a normatív támogatását a kormányzati szintről, ezért alkasolt a havai alapban, és beállít a szövetséget, és területi szintjén érinteni jó részébe dönteni is lehet, de nem biztos, hogy kell ma. Ilyen dolgok egyike a szakásfinanszírozási kérdésben egy elvi állásfoglalást alakítsunk ki, pontosan ez a sor is hiányzik. És itt utalnék vissza az előző mondatomra, hogy hát a múlttal is, a jövővel is foglalkozik. A múlttal úgy foglalkozott, hogy ennek keretében tárgyaltuk a várható évvégi teljesítést. Ezt ilyenkor decemberben le kell tenni a pénzügyi csoportnak. Lényegében a polgármesternek, de hát mindent egy személyben nem lehet kidolgozni, vannak itt komoly szakemberek, akik ezt előkészítik, és ennek egyik pontja volt, és most hadd legyek kicsit szerénytelen, vagy talán inkább nem szerénytelen, inkább kicsit büszke, és nem magamra, hanem az egész önkormányzatra, pécsváradi lakosságra, hogy Pécsváradon az elmúlt évben 98 millió forint értékű beruházást tudtunk végrehajtani. Ebben természetesen benne volt a Samu Géza Múzeum, az Asztrix szobor is, de benn voltak a vízvetékek, az utak, és még a Szent Gellért utca is, hogy csak néhányra visszautaljak, a Dombaitó takarítás kitisztítása és környezetének rendbetétele. Tehát 98 millió forintért végeztünk beruházást, és én úgy gondolom, hogy önkormányzati, állami és lakossági erővel a finanszírozását is hadd említsem meg. Tehát erre azért így együtt, én azt hiszem, az egész város büszke lehet. Az idei év és a következő év költségvetését tekintve már történtek-e egyeztetések, illetve döntések? Természetesen egyeztetések is, döntések is. Hát egy kicsit vártunk, aztán végig is nem bírtuk megvárni, vagy nem tudtuk megvárni a kormánynak, illetve az országgyűlésnek döntését a pénzügyekkel kapcsolatban. Mi előbb készítettük el két éves koncepciónkat, mint a végszavazás volt az országgyűlésben a 2000-dik és a 2001 és 2002 évi költségvetésről, hiszen most az országgyűlés két éves költségvetést fogadott el. Ilyen számokat kaptunk mi le az önkormányzati kvótákra is. Lényegében egészen pontos számok érkeztek 2001-re vonatkozóan, és becsült vagy nagyságrendi számok érkeztek a központi szervektől 2002-re vonatkozóan. Ennek függvényében és ennek tudatában készítettük el a mi két éves koncepciónkat, amelyik szintén így 2001-re egészen finomított számokat tartalmaz, 2002-re pedig egy nagy biztonságú becsült számot, ami következik az előző évekből, illetve a 2001-edik évi költségvetésből is. Ennek a költségvetésnek azért hadd mondjam el a fő sarokpontjait.
az általános közalkalmazotti bérfejlesztés ugye 8,75%-ot tartalmazza, a dolgi költségekben mindegy inflációs automatizmus tartalmaz az intézményrendszerbe, az intézmények biztonságos működését tartalmazza ez a költségvetés. Ezen felül lényegében a szennyvízberuházásunkra koncentrál finanszírozási önerős oldalról. Azt hiszem ebben lehet összefoglalni a 2001. évi költségvetés, 2002. évi koncepció, mert ez koncepció még, bocsánat, nem költségvetés, és sarokszámait, és az önkormányzat vélemény alapján meghatározta azt, hogy ezek a önkormányzatülésen lehet meggondolni azt, hogy ha megjön a finanszírozási szám, hogy esetleg fogva szociális vagy bérlakás jellegű támogatásokat a önkormányzatoknál, ez egyébként az esetleges megfontoláshoz fontos számok lehetne, ez négyzetméter ára van kitalálva, és hát ebből adódóan az a 80-20% határozatokról, ami a jövőre vonatkozott. A feladatokat, amit 2000-ben szeretnénk elvégezni. Ezek mindig függvényei azoknak a forrásoknak, amiket pályázati úton meg lehet szerezni. Két ilyen feladat van. Az egyik a szerepel a 4 éves koncepciónkban, a művelődési háznak egy belső felújítása, a másik az úgynevezett buszöblök kialakítása pedig nem szerepel. Az, hogy úgy mondjam, 1999-2000 elején, hogy adhok jött. A buszöblöknek a tervei elkészültek, pályázati pénzt nem sikerült hozzá szereznünk, ugyanígy alakult a művelődési háznak a belső felújítása is. A buszöblökre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy akkor tudnak megvalósulni állami támogatást, aztán mindegy 70%-osat sikerül valamelyik évben, ebben vagy a jövő évben megszerezni. A művelődési háznak a belső felújítása nem került le napirendről, annak a nagyságrendje székekkel együtt 8-10 millió forint, ennek a forrását az önkormányzat ebben a két évben biztos, hogy elő tudja teremteni. Elindult már végül is nem teljesen saját finanszírozásban, a művelődési háznak valamilyen korszerűsítése, ez pedig a hangosítás, amelyik köztudottan Németországból kaptunk pénzt, illetve az önkormányzat saját erejét adta hozzá. Remélem a karácsonyi hangverseny, ami volt már, ez bizonyította, hogy ez a rendszer jól működik. Ezt fogjuk folytatni apró lépésekkel, a művelődési háznak a felújítását én bízom benne, hogy el fog készülni. Ez a felújítás esetlegesen összefügg-e a régebbi tervekkel, hogy majdan a sportcsarnok és a művelődési ház összeépül az eredeti tervek szerint, vagy pedig ez attól függetlenül megvalósulhat? Én úgy gondolom, hogy a művelődési és ház és a sport... Én úgy gondolom, nekem ez egy határozott vélemény, hiszen belül így beszélgetünk róla, hogy emellett a lehetőség mellett nem szabad elmenni. Már most látszik, hogy tulajdonképpen élénk érdeklődés van országszerte. Meg a Bagók, a Magyar Gyuládi, szóval is szeretnénk kiegészíteni az írásba a most megkapott anyagot, ezeket a jövő évi programokat és koncepciókat. A kommunális szolgáltatásoknál két fő dolog van, amiben az önkormányzat döntése szükségeltetik. Az egyikben van díj, a másikban pedig nincsen. Például a személyszállítási díj, mint olyan, nincsen, nincs bevezetve, nem létezik. Tulajdonképpen mindenki beleérti az úgynevezett kommunális adóba. Mi magunk is egy kicsit úgy kezeljük ezt az adót, mint a személyszállításnak egyik forrását. Ez az adó nem minden kategóriában, egyszobás, kétszobás és a három, illetve többszobás lakások esetében is egységesen 1000 forinttal emelkedik az elkövetkezendő évben. Háromszobás lakás esetében éves szinten ez a dolog 7000 forintos nagyságrend lesz. Ugyanakkor el kell azért itt mondani, hogy ez a kommunális adó még közel sem fedezi Pécsváron a szemétszállítás és kezelés költségét. Ez még többe kerül, mint egy 2,5 millióval 2001-ben is. Ilyenkor van egy másik szolgáltatás, amelyik önkormányzati kézben van, ugye, és önkormányzati meghatározásban a vízszolgáltatás. Ennek a díját is változtatta az önkormányzat. A vízdíj mintegy 8,6%-os emelés, vízdíj 8,6%-kal került megemelésre, a szennyvízdíjat nem emeltük, így együttesen a százalékos emelés 4 és 5% között van, ami nem tükrözi még az inflációt. Én úgy gondolom, hogy ez az emelés lakosságbarát és
a működéshez pedig elégséges, nem emeltünk többet. Még egy adó nem, amelyik nem a lakosságot érinti, de hát vállalkozók is nézik ezt a műsort. A kommunális vállalkozói adó 1300 forintról éves szinten 1500 forintra emelkedett a foglalkoztatott személyek után, illetve az iparűzési adó, amelyből most már levonható minden alvállalkozói anyagköltség, és itt az adó alapból levonható, az 1,2%-ról 1,7%-ra emelkedett. Ez a szám, na, ennek a számnak a maximum a 2% jelenleg, baranyai városokban általában már ez van, a mi 1,7%-unkkal a középmezőnyben vagyunk. Annyit azért el szeretnék mondani még ennek a... Látom benne olyat, ami ki van hűtve, az azért, mert közben az megváltozott, és hát egyes programok terv szintén szerepelnek be. Elkészült a szokásos eljárási folyamatokon túl vagyunk, az intézmény működéséhez szükséges. Ha esetleg kérdés van, akkor arra válaszolnak. Tehát én most így. És az egyik az érdekes, hogy számunkra a negyedik oldalon intézmény vezetője. Hát ez, ha ebbe belebonyolódunk, akkor... És a családsegítő szolgálat valamilyen formájú működtetése. Pécsvád önkormányzata több mint két évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ezt egy alapítványon keresztül oldja meg. Tulajdonképpen az alapítványon van egy szerződésünk, amelyik ellátja ezt a szolgáltatást, és mi az államtól érkező fejkvótát az alapítvány részére a szolgáltatás fejében átutaljuk. Ez a szolgáltatás kezdetekben működött a Művelődési Házban, most a Dózsa György utcában egy magánlakásban működik. A tulajdonos Németországban él, megengedte, hogy körülbelül egy évig teljesen ingyen használja az alapítvány a szolgálat, hogy úgy mondjam, a lakást. Most pedig, hát akkor is már felvetette az eladás, illetve a vételnek a lehetőségét, és ez az év végére élesedett. A tulajdonos nem gondolta tovább megengedni ingyen a bentlakást, és mindenképpen végleges megoldásban gondolkodott. Így felvetődött az ingatlan megvásárlásának a lehetősége és az ötlete is. Arra nem gondoltunk, hogy a pénzt adjunk az alapítványnak, hogy vásárolja meg az ingatlan. Az nem jött össze, hogy a társadalmányzatokkal összefogva közösen vásároljuk meg. Így Pécsvád önkormányzata úgy döntött, hogy két részletben 4 millió forintért a házat megvásárolja, és oda fogja adni ennek a szolgáltatásnak. Otthonául tulajdonképpen, ami már ma is így működik. A másik dolog, amiről tárgyalt az önkormányzat, az egy felsőoktatási ösztöndi pályázat, lényegében kormányzati szintről indult ennek a kiírása. Felsőoktatásban tanulók részesedhetnek elsősorban szociális alapú megítélést követően ösztöndíjban, amelynek három forrása lehetséges, az önkormányzat, a megyei közgyűlési és az országos központi támogatás. A pályázatokat ide az önkormányzathoz kell leadni, megvan a formanyomtatvány, aki felsőoktatásba tanul, és úgy gondolja, hogy erre igényt tart, vagy rászorul, és az önkormányzat dönt majd a pályázatok elbírálásáról. A maximális lehetőség önkormányzati szinten 5000 forint. Az önkormányzat, mikor ezt tárgyalt, akkor úgy döntött, hogy tulajdonképpen mint egy 5 főben gondolkodunk a hála is nagyon sok pécsvádi van, aki felsőoktatási intézményben gondolkodik, ezt a számot felül kell én azt hiszem vizsgálni, és esetleg az 5000 forintot visszavenni, de három alatt azért én személy szerint nem gondolkodnék támogatásban, és továbbadva esetleg a megye is hozzájárul még ugyanahoz az ösztöndíjhoz, és az országos szint. Így elérhető talán egy 10.000 forintos nagyságrend egyes személy esetében, ami azért elég komoly segítségnek látszik már egyetemi vagy főiskolai tanulmányoknál. Fontos, tudom, hogy csütörtökön megy és pénteken az adás, tehát e hét végéig ezeket a jelentkezéseket meg kell tenni. Én úgy tudom, hogy már a tévében megy a hirdetés, de aki csak most tudja meg innen, nagyon gyorsan, szinte egy-két. A szakterületi, megszűnt a szakkíváncsi vagy arra, hogy egyes szakokon, hogy zajlanak a dolgok. Ezzel nincs, ott nincs mit tenni. Valami van, de ahol település, nagyon művészeti iskola, zeneiskola, az egyből lett hét. Tehát azoknak nem igazán lesz mindegy, hogy az milyen színvonalon működik. A gyerekeket egyenként megfallgatjuk, így fél évkor évvégén.
ez a képzési forma jobban nyomon tudjuk követni a gyereknek. A másik ilyen téma az a települési állati tetemek hulláknak a kezelése, ami biztos, hogy napirendre kerül. Ez is egy kötelező feladat az önkormányzatnak, és sajnos ebbe a dologba is lépnünk kell. Azért mondom, hogy sajnos nem az ügy miatt. ...1999-hez hasonlóan 2000-ben is megjelentette a polgármesteri hivatal a vállalkozók top listáját. Pályázott a teki keretből 95 millió 330 ezer forintot sikerült egy kicsit összeadni, mint egy 200 millió forintos nagyságrendet tesz ki, ahogy első ránézésre az az összeg, ami ebben az évben 176 ezer forint, akkor fejben nagyon, nagyon rosszul tudok számolni. Ez a kézzelfogható pénzbeli támogatás, ami ide érkezett. Ezen kívül elkészült a kistérségnek a szappart fejlesztési programja ebben az évben, amit Buzás Péter készített el, én nem látom őt még... Feri, melyek voltak a kistérség legfontosabb eredményei 2000-ben? Hát számszerűleg az a 150 millió forint, ami bejött a kistérségbe, megfogható pénzeszközként, részben az önkormányzatok, tehát a települések számára közvetlenül, részben a vállalkozók számára. Ez az az összeg, amit a kistérségen keresztül a megye területfejlesztési tanács különböző pályázati rendszereiből sikerült a kistérségbe hozni. Én azt gondolom, hogy a 15 településhez elosztva településenként átlag 15 millió forint egy jó összeg. Természetesen a nagyobb részesültek ebből, Pécsváradra lényegesen több jutott. A másik nagy eredmény, amire én egy kicsit büszke vagyok személyesen is, mert veled együtt sikerült összehozni Mecsek Nádasdon egy olyan multimédiás központot, centrumot, amely a mai kor legmodernebb képeit és szoftvereit tartalmazza. Ennek a beruházási összege körülbelül 45 millió forint volt, és azt hiszem, hogy egyedülálló egyenlőre itt a dél-dunántúli régióban. Bízom benne, hogy ahogy a Pécsvári szakiskola diákjai, a Mecsek Nádasdi iskola diákjai, úgy a települések, a zengai, a kistérség településeinek többi diákja is igénybe fogja venni és használni fogja. Az óvodától a felnőtt korig, ugyanis olyan programok, szoftverek kerültek itt elhelyezésre, amik az angol nyelvtanulást, a zenei nevelést, a művészeti nevelést és minden mást szolgálhatnak, amire igény és amire szervezés van. Remélem a kinevezett menedzser jól tudja működtetni ezt a multimédiás központot. Egy idő óta éjszaka, nappali világosság van a városban. Hát ez a harmadik nagy jelentőségű beruházás, ami ebben az évben valósult meg, hosszas előkészítés után sikerült elérni, hogy a 15 település mindegyikén lecserélték a régi lámpatesteket, és helyettük modern, új, kisfogyasztású, de nagyobb fényerejű lámpatesteket szereltek fel, ami egyetlen településnek sem került, egyetlen fillérjébe sem, viszont a kistérségbe éves szinten ez 7 millió forint megtakarítást jelent, meg kevesebbet fogyasztanak ezek a lámpatestek. A pályázaton nyertünk el 40 millió forintot, és a hiányzó összeget a Dérász RT vállalta magára, és a kivitelezést is ők menedzselték. De azt is el kell mondani, hogy sikerült elérni, hogy helyi vállalkozók is részt vettek ebben a munkában, ami hát bizonyos értelemben szintén a helyi vállalkozások segítését is szolgálta. És a mai nap apropója az a 91 darab számítógép, amelyet most szintén a 15 település mindegyikére juttatunk, pontosabban hát a nagyokra, nagy településekre több jut, Pécsváradra 20-nál több gép, a kisebb településekre arányosan kevesebb.
A Bayernberg csoport, amit most már új név alatt ismerhetünk, egyik cége, a Gerosz Hungária ajánlotta fel a kistérség számára ezt a gépparkot. Ezek úgynevezett 486-os gépek, aki a számítógép területén ismerő, és azt tudja, nem a legmodernebb gépek ezek. Ahol még erre sem volt eddig fedezet, és nem volt lehetőség, hogy ezeket megvegyék. Ezeket felállítsuk, és a gyerekek számára elsősorban, de felnőttek számára is használhatóvá tegyük, és használjuk. Azt szeretném én személyesen elérni, hogy ez a kistérség fejlődése az a legmodernebb irányba menjen. Tudjuk, hogy nem vagyunk a legjobb helyzetben, közlekedési infrastruktúra hiányzik, befektetők nem nagyon jelentek meg itt az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy a lemaradásunknak az előnye is lehet az, hogy a nulláról kell indulnunk, és hogyha már a nulláról kell indulnunk, akkor érdemes a legmagasabb célt kitűzni, és a legmagasabb cél most, hogy a teljes infrastruktúra ellátottság, és ezen az informatikai ellátottság megvalósuljon. Jövőben szeretnénk elérni a kistérségbe, hogy egy olyan üvegszálas hálózat épüljön ki, amely ezeket a gépeket is, de minden térségben működő számítógéprendszert összeköti, és ezzel tényleg a 21. század színvonalára tudjuk fejleszteni az informatikát, ami lehetőséget nyújt a gyerekeink számára, hogy a legmodernebb technikát ismerjék meg az iskolákban, sőt, hát Mecsek Nádasdi Multicenterben már az óvodában, az általános iskolában, a szakiskolában, és minden más területen, és remélem, hogy a felnőttek is használni tudják ezt a gépparkot. Meg kell mondanom őszintén, hogy a kihívás óriási, a verseny óriási, mind a munkaerőpiacon, mind a vállalkozások területén, és én úgy látom, hogy csak azt tud versenyben maradni, aki a legmagasabb szinten rendelkezik az informatika kínálta ismeretanyaggal, és ezt tudja hasznosítani a jövőben. Azt szeretném elérni, hogy a kis településeinken az emberek jól érezzék magukat, itt maradjanak, és ne fogjon tovább a lakosság, hanem ezeket az informatikai eszközöket kihasználva helyben találja meg mindenki a boldogulását. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az érdeklődést. Ismét külföldi adományok érkeztek a pécsváradi óvodákba. Kreszics Margit tudósítását látják. Kedves nézőink, rövid sportösszeállításunkban ismertetem önökkel a városi sportrendezvények időpontjait, és megtudhatják, hogy a Kodolányi János Általános Iskola milyen eredményekkel zárta az őszi fordulót. Márciusban kezdődnek a tavaszi bajnokság újabb fordulói. A különböző sportágakban már januárban megkezdődnek az alapozó edzések, mérkőzések. Január 3. hetében kezd alapozni a megyei első osztályban játszó labdarúgó csapatunk. Edzőjük Gungl László. Az őszi forduló 3. helyezettje a női MB2-es kézilabda csapatunk február utolsó heteiben kezdi meg a felkészülést. Edzőjük Gúnya Ferenc. Az MB1 B-s férfi kézilabda csapat március 10-én játsza első tavaszi mérkőzését, Komárom csapatát fogadva. Edző Kovács Jenő. Januárban két hazai vonatkozású férfi kosárlabda mérkőzés is lesz. 11-én Szent Lőrinc csapatát, 18-án a pécsi Harci Ese csapatát fogadja itthon Pécsvárad együttese. Edző Cimbel Gyöngyvér.
A mérkőzések kezdési időpontja 18 óra 30 perc. Most pedig néhány városi sportrendezvényre szeretném felhívni szíves figyelmüket. Január 20-án és 21-én 8-tól 20 óráig Old Boys labdarúgó teremtornára várják az érdeklődőket. Január 27-én 8 óra 30 perctől 16 óráig serdülő és ifi labdarúgó kupa lesz Gelencsér János szervezésében. Február 3-án és 4-én farsangi labdarúgó teremtorna, február 7-én pedig női kézilabdatorna helyszíne lesz a pécsváradi sportcsarnok. Az általános iskolától a következő sportesemények híreit és eredményeit kaptuk. A Diákolimpia őszi versenysorozata az atlétika 4 és 5 próbával kezdődött szeptember 25-én Pécsett. Leánycsapatunk 4 próbában, 5.-6. osztályban és 5 próbában 7.-8. osztályban egyaránt a 4. helyezést érték el, a fiúk mindkét korcsoportban 8.-ak lettek. Október 3-án következtek a mezei futás körzeti versenyei Pécsett. 3. korcsoportos leány és fiú csapatunk, amely az 5.-6. osztályosokat érinti, 4. helyezett lett, legjobb versenyzőnk Hódosi Szabina egyéniben is tovább jutott. 4. korcsoportos leánycsapatunk szépen szerepelt, és 3. helyezést ért el, a fiú csapat 4. lett. Egyénileg Molnár Zsanett és Molnár Kitti szerepelt jól. Szeptember végétől november végéig tartott a Diákolimpia őszi fordulója labdajátékokban is. Kézilabdával 25 leánytanulónk foglalkozik rendszeresen, Hegedűs Tímea vezetésével, a 4. korcsoportos, amely a 7.-8. jelenti, csapatuk az őszi fordulót az 5. helyen zárta csoportjában. A legeredményesebb játékosok Molnár Kitti, Fullér Ivett, Molnár Zsanett és Boris Gyöngyvér. Labdarúgással 60 tanuló foglalkozik 3 korcsoportban Gelencsér János irányításával. A Diákolimpián a 3. korcsoport 5.-6. osztályban vett részt, 4. helyen zárta az őszi fordulót a Pécsi Városi Bajnokság csokonai csoportjában. Leggyakrabban szereplő játékosaink Jakab Dániel, Kajos Norbert, Szabó János, Hok Krisztián, Egerszegi László, Kajos Dániel, Katona Gábor és Matko Róbert. Az első és második korcsoport a Góliát FC szervezésében téli-tavaszi kupasorozatokon vesz részt. Az első korcsoport az első-második osztályosokat jelenti, és a második korcsoport pedig a 3.-4. osztályosokat. A 3. és 4. korcsoport decemberben kezdi az Árpád kupa mérkőzéseit. Kosárlabdával iskolánkban Gúnya Ferenc foglalkozik egy korcsoporttal, amely a 7.-8. osztályosokat jelenti, ők indulnak a Vasas kupa őszi-tavaszi fordulóin. Sakkozóink a város sportkörének sakszakosztályában sportolnak, nagyon szép sikereket érnek el egyéni és csapat eseményekben. Sokszor kerülnek dobogóra. Legeredményesebb versenyzőink Györkö Tímea, Reny Viktor, Cseh Péter, Pec Dávid és Böröc István. Az őszi versenyek lezárultak, télen teremkupák kezdődnek a különböző labdajátékokban, és márciusban indul a Diákolimpia tavaszi versenysorozata. Tehát, kedves nézőink, ahogy az összefoglalónkból ez kiderült, sportesemény lesz bőven. Márciusban pedig kezdődik a versengés, szurkoljunk együtt csapatainknak. Könyvbemutató volt december 22-én a Művelődési Házban. A pécsváradi Rózsahegyi Ferenc háborús naplója a Várbaráti Kör gondozásában jelent meg. A könyvet Gálos Orsolya, a kör elnöke mutatta be a közönségnek. Ezt követően Zsáli János polgármester, úgyis mint Feri bácsi egykori munkatársa, köszöntötte az idős szerzőt. Az itt ülő férfiak között szinte mindenki megjárta a katonasorsot, ki régebben, ki nem olyan régen, ki ősz feljelölt közöttünk, úgy, ahogy ennek a háborús naplónak a szerzője, Rózsahegyi Ferenc. Köszöntjük, Feri bácsi! A
második világháborúról és a 20. század történelmi eseményeiről és nagy csatáiról nem fogynak el az emlékiratok és a történelmi megemlékezések. Kiadják a híres emberek háborús naplóit, és mi érdeklődéssel olvassuk. Kiadják a hadvezérekét, és kiadják az állam férfiakét. De nagyon jó ideje, mindennél érdekesebb a magántörténelem. Az, hogy a kisember, az egyszerű ember, akinek el kellett indulnia a falujából a kis katonaládájával, el kellett búcsúznia az édesanyjától, és a testvéreitől, és a barátaitól, és el kellett menni a háborúba. Ő mit élt át, és mit érzett? Hát ez az, amit ebben a kis naplófüzetben visszakapunk. És ez az, amit szerettünk volna közzétenni, amióta tudomásunk van a napló létezéséről. A naplót a Várbaráti Kör jelentette meg, és tudomásunk volt a napló létezéséről. Valószínű, hogy az egyik kiránduláson vagy közös együttléten került szóba, hogy van ilyen naplója Feri bácsinak. Aztán lehetőséget kaptam arra, hogy elolvashattam a naplót. És amikor végigolvashattam, akkor úgy éreztem, hogy ennek szinte minden, nem volt egyetlen olyan sora sem, ami nem tűrte volna a nyilvánosságot. Vagy ami a másik ember háborúba ment, és háborúból és fogságból jött vissza a szerző, de nem volt egy sora sem, amely gyűlöletet sugárzott volna. Holott hát azt is tudjuk, hogy az a század, amit magunk mögött hagytunk, és amelynek hát egy jó részét magunk is végigéltük, mennyire tele volt gyűlölettel. És a gyűlölet még a mai napon is mennyire mozgatja ezt a világot. Holott azt hittük, akik a második világháború után születtünk és nevelődtünk, hogy több ilyen nagy és gonosz háború nem lesz, hogy béke lesz. Ebben neveltek bennünket. Nem így történik. Aztán először a kis helyi lapunkban, a Pécsáradi Hírmondóban kaptunk lehetőséget arra, hogy megjelenhessenek ezek a napló oldalak. Megjelentek, bizonyára találkoztak vele. Különös szerencsénk, hogy szinte illusztrációként fényképek is fennmaradtak, külön katonabúcsúztató jelenet, a Pécsáradi Leventék, a szerző szülőháza, hát amelyre még jól emlékszünk. Az ő generációja, amikor néptáncosok voltak, és családi képek. Ezeket rendelkezésükre bocsátotta, ezt közzétettük a naplóban. Kedves nézőink, úgy látszik, tavalyi nyelvbotlásaink nagy sikert arattak. Híradónk végén közkívánatra megismételjük szilveszteri baki parádénkat. A második helyezést Megállt. A második helyet a Pécsváradi. Kedves nézőink, a következőkben a Pécsváradi Várbaráti Kör 1999-es december 30-a szám szerint a 8. ó év, és szerintük az ó év az év... Közel 1000 ember gyűlt össze a Szent Háromság téren, eleget téve ennek a kedves meghívásnak. Zsáli János polgármester úr. Városunk polgármestere köszöntötte a jókedvű tömeget, majd Arató Mártonnal, Most van kulturális ajánló, vagy nincs? Vagy megkezdődött a bázis? Az elmúlt hetekben nagyszabású munkálatokat
Választás. Az ő számukra mutatjuk be azt a filmet, amelyet a helyi középiskoláról Ne rög, olyan súnyír ott a kamera mögötte! Forog a kazára, nem arra vigyálnak, 3-2. Február 24-én csütörtökön a Művelődési Központban. A kötelező olvasmányok színháza Móra Ferenc kiskereső 3-2 még egyszer. Mit tudsz ezekről a versenyekről? Mióta rendeznek ilyen diákolimpiákat? Hát ezt pontosan nem tudom. Meg kell állnunk hiába. Köszöntöm a kedves nézőket, a Városi Televízió februári második híradóműsorát látják. Jó estét kívánok! Ma esti híradónkban többek közt bemutatjuk... Bocsika, még egyszer. Versenyzők mérkőzése következik. Hauk Mátó... Sában megjelent Pécsváradi képeskönyv bemutatójára kerül sor, ahova szeretettel válnak minden elő... Anya! Március 26-án, vasárnap 10 órától kerül megrendezésre a Művelődési Központban. Véget ért a farsangi szezon. A városi kamera... Véget ért a farsangi szezon. A Városi Televízió kamerája ezúttal a legfiatalabbak, a Városi út... A érdekessége... Érdekessége a pécsi Suzuki ilosfai autó... És egy gyors reagálás a kékmezesektől. Ebben a játékban valóban lehet gyönyörködni, jogos a pécsváradi öröm. És most akkor jöjjön! Na még egyszer, ezt nem így gondoltam, azért. Kedves nézőink, most pedig kikapcsolódásuk következik. Jó estét kívánok! Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, a... Nézőink, mai műsorunk véget ért. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Önkormányzat és a Német Klub a Pécsváradi Művelődési Központnál állítja fel májusfáját, amely... Mit? Mely fesztent? Újra, 3-2. Végén néhány percben felelevenítjük a tavalyi esemény, majális esemény, eseményét. A jövőben tartja az áfész szokásos éves küldött... Június 22-e és 25-e között kirándulást szervez Keleszlab... passzus. Műsorunk, amelyben felhívom szíves figyelmüket kulturális ajánlónkra. Ezekben hasznos információkat és kulturális... Sportösszeállításunkat a megyei első osztályú holnap fél hétkor. Jút kötött a hát. Ja, a batyújába szénebb szalma. Mi
Egyen éri a vasárba, csalja, hej! A bajnok csapat bújja. Két eseményről Zsáli János polgármester tájékoztatja a város televízió nézőit. Városi! A meccset 2-1-re nyerte a Pécsvárad csapata. A felvételen a mohácsi gólt láthatjuk, de ez nem az ő győzelmüket hozta. Kék csapatban látjuk. Kék csapatban. Jó. A kezdetét veszi az ünnepség. Erről az ünnepségről önöket tudósítjuk, felvételről. Kára elkezdődik a városi ünnepi műsor. A városi televízió mit csinál? Kérem, tartsanak velünk, nézzék végig az ünnepséget. Ha önök nem voltak itt, nem nézhették végig. Magyarországon vendégeskedő. A Pécsi. És mit mondta? Pécsváradi. Te hívacsán. Nézi a videótéka a filmajánlója, és 7:30-kor kezdődik kiradó műsorunk. Ne menjenek sehova, maradjanak velünk! Pénteken 3-tól 5-ig, akik pedig már 10... Ó, de ösztözagyváltam, te jó Isten! Na jó! Kedves nézőink, mai műsorunk végéhez érkeztünk, legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk ismét. Mai műsorunkban még vissza van egy film, ehhez én jó szórakozást kívánok, munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!